Az Oloblói vár közelében épül Közép-Európa legnagyobb sövényi labirintusa. A 11.000 négyzetméteres területen fekvő útvesztő, növénypark és kilátó egész éven látogatható lesz. Tisztítják a köves talajt, igazítják az egyenlőre 30 cm-es magas fasorok utcácskáit, terepmunkák zajlanak a sövénylabirintus területén. A 9 részből álló útvesztőben az Oloblói vár mondájához, a régió történelméhez és természeti kincseihez kapcsolódó többnyelvű ismeretterjesztő táblákat, feladványokat, találós kérdéseket és faszobrokat helyeznek el a tervek szerint. A kilátó és a pódium építését ősszel kezdik. 20 000 facsemetét vásároltunk, 18 000 darabot azonnal beültettünk, a maradékot pedig meghagytuk, és gondozzuk, hogy ősszel és tavasszal ott pótoljuk a sövényt, ahol szükséges lesz. Mivel a sövénykerítést 2 méter magasra tervezzük, számításaim szerint ez 2-3 évig eltarthat. Reményeim szerint ez lesz a térség harmadik nagy attrakciója, a vár és a közeli pálinka főzde mellett. Úgy vélem, hozzájárul a helyi idegenforgalom és a régió fejlődéséhez, mondja a labirintust építő vállalat ügyvezetője. A sövény labirintust építő vállalat saját forrásból finanszírozza a 100 000 eurót meghaladó beruházás költségeit. A város prioritásai közé tartozik a helyi idegenforgalom fejlesztése. Ez elsősorban a várra, a skanzenra és az ehhez kapcsolódó attrakciókra épül, hisz csak ide évente közel 200 000 turista jön, de a város más területeket is ki akar használni, ezért döntöttünk a kezdeményezés támogatása mellett. A 11 000 négyzetméteres terület jelképes 1 eurós bérbeadásán 15 évre egyeztünk meg a kivitelezővel, mondja a városi képviselő. Oloblói és környéke egyre népszerűbb a külföldi turisták körében. A leglátogatottabb pontok közé tartozik az egykori magyar-lengyel határt védő vár, a skanzen és a gnézdai pálinka főzde. Szeretem ezt a helyet, először vagyok Szlovákiában, gyönyörű. Nemrég érkeztünk, de már most nagyon tetszik, mondja ez az amerikai turista. Az útvesztő tervezőjét és kivitelezőjét a szintén szlovák-lengyel határ közelében fekvő lengyelországi Zakopanéban található hólabirintus ihlette. Az oloblói turisztikai attrakció 3 éven belül készül el.